minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkeiknek bocsánatáért. Szocska Ábel a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzójának vezetésével közös imát tartottak a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskolában Nyíregyházán. Országszerte valamennyi oktatási intézményben megemlékeztek a hétvégi veronai tragédiáról. Megrendített bennünket ez a hír, és azért vagyunk most itt, hogy imádkozzunk azokért, akik ebben a tragikus buszbalesetben életüket veszítették, és azokért a hozzátartozókért, akik most gyászolnak, akik most fájdalomban élnek, akik most nagyon szomorú szívvel gondolnak az elmúlt eseményekre. A mi iskolánk sem maradhatott ki abból, hogy megemlékezzünk a mai napon, és bekapcsolódjunk ebbe az országos gyásznapba. Az rényis diákok is mécses gyújtottak. 1990 óta a hétvégi volt a legsúlyosabb külföldön történt magyar buszbaleset. Olyankor szintén január végén 18-an vesztették életüket Ausztriában. A franciaországi sítáborból hazafelé tartó busz január 20-án éjjel Verona közelében szenvedett balesetet. Eddig tisztázatlan okokból a jármű a szalagkorlátnak sodródott, a felüljáró tartóosztopának ütközött, majd kigyulladt és teljesen kiégett. A buszon a budapesti Szinyei Mersepál gimnázium tanulói, volt diákjai és egyikük családja utazott. Az utazók közül 16-an meghaltak és többen súlyosan megsérültek. Az Rinyiben egy vetítéssel is készültek, amelyben a gyász feldolgozásának szakaszairól olvashatnak a diákok. Először tagadjuk, nem hisszük el, aztán jön a közeledés, eltávolodás, a hullámzás, a viharzás szakasza, amikor már kezdjük belátni a beláthatatlant, láthatjuk azt is, hogy mi a feladatunk most ebben a teljesen új élethelyzetben, ami egy-egy veszteséggel ér bennünket, és utána, hogy hogyan tudunk igazán szembenézni vele, hogyan tudjuk lezárni, és hogyan tudunk egy új fejezetet nyitni az életünkben, és hogyan tudjuk azt, ami külső volt, a szeretünket igazán belsővé tenni. A közintézmények is kitűzték a fekete színű lobogót. A kormány legutóbb alig több mint egy éve, 2015 novemberében rendelt el gyásznapot, akkor a párizsi terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére.